Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilisből. Engem Molnár Milánnak hívnak, és elsősorban a hetedikesek tanulmányait segítendő készítünk most egy kísérletet. Természetesen mindenki másnak is ajánlom, mert nagyon tanulságos. A témánk alapvetően hőtan, azon belül is talán a fajhő, és azt szeretnénk megmutatni, hogy az energia átadás szempontjából a hőmérséklet az csak egy faktor, és nem azon múlik minden. Tehát nem feltétlenül az adás feltétlenül több energiát, aminek magasabb a hőmérséklete. És ezért is kell beszélnünk például a fajhőről, illetve nyilván a tömegről is. A következő a lényeg. A kísérletünkben azt fogjuk összehasonlítani, hogy két nagyjából hasonló méretű jégkockát, itt ebben a kis tálban található jégkockák, hogyan tudok gyorsabban megolvasztani. Akkor, ha forró vízbe dobom őket, ebbe a pohárba fogok forró vizet kiönteni rövidesen, még egy picit rámelegítünk, vagy akkor, hogyha a forró víz ugye nagyjából 100 Celsius fok környékén van, vagy akkor a 10-szer olyan hőmérséket körülbelül 1000 fokos lángba egy ilyen fém kanállal beletartom. Tehát ez a kérdés, hogy melyik nyer. Egy ilyen olvasztó versenyt rendezünk gyakorlatilag. És ugye hát ez nyilván fontos, hogy a víznek ugye kiemelkedően magas a fajhője, a láng az egy nagyon ritka dolog, tehát ugye a levegőnél is kisebb a sűrűsége, hiszen tudjuk, a láng mindig fölfele törekszik. Gyakorlatilag éppen ezért a tömege is adott térfogatra igen kicsi. Tehát végsősorban azt lehet mondani, hogy az energia átadás szempontjából megnézzük, hogy a nagy fajhőjű, nagy tömegű víz, vagy a rendkívül magas hőmérséket, de nyilván kis tömegű és kis fajhőjű láng az, amelyik gyorsabban olvasztja meg a körülbelül ugyanakkor a tömegű jégkockát. Hát nézzük is meg, hogy akkor körülbelül ugyanakkora legyen ez a jégkocka. Azt mondom, hogy ez a jégkocka, amit itt most kiválasztok, két nagyjából egyformát. Ez a jégkocka, ez nagyjából 7,3 grammos, ez a másik, ez pedig 6,2 grammos, hát esetleg, ha választok egy másikat, ez 5, akkor legyen mondjuk az 5 meg a 6, ez a kettő lesz így nagy, és a nehezebbet teszem majd a vízbe, a nagyobb tömegűt teszem majd a vízbe. Na, következő, ide akkor ebbe a pohárba öntöm a forró vizet, így. És aztán a másiknál pedig meggyújtok egy lángot. De nagyon forró láng. És akkor most nézzük meg, hogy melyik versenyzőnk nyer hamarabb. Majd a kamerával érdemes, lehet, hogy be is oda is rakom őket egymás mellé, hogy lehessen látni nagyjából egyszerre, hogy mi történik. Nagyon forró láng, és nem olyan forró, de víz. Na nézzük, 3, 2, 1. Beletettem, és ezt elkezdtem melegíteni. Szépen olvad, a vízben található jégkockánk pedig még mindig megvan, itt a jégkockánk is még mindig megvan. És kérem szépen, a folyamattal gyakorlatilag a vízben most olvadt el teljesen a jégkocka, a kanálban pedig nagyjából még mindig van benne egy kicsi, de talán most. Hát azt lehet mondani, hogy ezt mondjuk ide kiöntöm, ebbe beleöntöm, hogy ne olvadjon el a többi jégkockánk. Nagyjából egyébként mondhatjuk azt, hogy holt verseny történt. Egy ilyen rendkívül forró gázforrasztó páka segítségével, körülbelül 1000 fokos lánggal, nagyjából ugyanannyi idő alatt tudtam megolvasztani egy jégkockát, mint a körülbelül 100 Celsius fokos vízbe mártva. Hát ugye, azt hiszem érezzük a kettő között a különbséget. Ha ugyanannyi idő alatt olvadt meg a két jégkocka, az azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt ők, hogy ugyanakkor a tömege a két jégkockának, és mindegyik olvadás pontján volt, ezt feltételeznünk kellett, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából hasonló tömegűek voltak, ezért ugyanakkora energiát kellett közölnünk velük összesen ahhoz, hogy megolvadjanak. Hiszen ugyanakkor a tömegű jégkockának a megolvadásához ugyanannyi energia kell. Na de, ha ugyanakkora energiát közölt vele a víz is, meg a tűz is, és ráadásul ugyanannyi ideig is tartott nagyjából a kettő, az azt jelenti, hogy a két esetben az energia átadásnak a teljesítménye az ugyanannyi volt. Egy 1000 fokos láng, szúróláng, és egy 100 Celsius fokos víz esetében. Hát ebből is látszik, hogy mennyivel kisebb, alacsonyabb volt a hőmérséklete a víznek, de a kiemelkedően magas fajhő és a számottevően nagy tömeg, az bizony ennyire belejátszott. Tehát nagyon fontos, hogy a hőátadás szempontjából a hőmérséklet csak egy paraméter, az energia, az átadott energia mennyiségében bizony a másik kettő is nagyon fontos szerepet játszik.